Érpatak határához ért a Donkanyar áldozatai tiszteletére tartott emlékmenet péntek délelőtt 10 óra tájban. A szervező Honvéd Suli Egyesület célja, hogy 200 kilométert gyalogszerrel megtevő emlékmenettel tisztelegjen a Don menti harcokban résztvevő magyar katonák előtt. Kovács Zsuzsanna szerint a közösen megtett emlékmenet segíthet a résztvevők számára elképzelni, milyen lehetett a II. Magyar Hadsereg hősei között menetelni a fronton. 22 éve szerveznek országszerte hasonló meneteket, amihez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is csatlakozott. 11. esztendeje hajtjuk végre ezt a menetet. Először rövid etápokban képzeltük el a menetet, majd későbbiekben kiderült, hogy a fiatalok, még a 7 éves és a 9 éves fiatalok is nagyon bírják ezt a menetet, úgyhogy így 200 kilométerre álmodtuk meg. Azért 200 kilométerre, mert ugye 2000 kilométerre van tőlünk a Donkanyar, illetve 200 kilométeres frontvonalat védtek a Don mentén a mi bakáink. Kovács Zsuzsanna hozzátette, a diákok számára a menetet megelőzi egy szakmai elméleti felkészítés, akik pedig útközben csatlakoznak, azok számára is folyamatosan próbálják testközelbe hozni a történelmet. Jól lehet, a mínusz 40 fokos farkasordító hideget, amelyben a bakáknak kellett helyt állni, nehéz elképzelni a mai időjárási körülmények között. Újfehértón 750 elesetről tudunk, akik a II. Világháborúban életüket adták Magyarországért. Itt Érpatakon 58 elesetről tudunk, 58 hősről, akik parancsot teljesítve életüket adták a hazáért. Jó Istenem, hol fogok én meghalni? Kozma Kinga felhívta a figyelmet a fronton szolgáló ápolónőkre is, akik szintén részesei voltak a magyar hadtörténet egyik legnagyobb katasztrófájának. Emellett hangsúlyozta, a korabeli levelezések arról tanúskodnak, hogy a katonák még elfagyott lábbal is megkíséreltek hazajutni. Van olyan beszámoló, ahol elmondták, hogy konkrétan elfagyott a végtagjuk, és itt ugye a lábuk is, és mikor az orvos kihámozta a lábát a bakkancsból, illetve már nájlont húzott rá a lábára, hogy tudjon menni, akkor az orvos az megkérdezte, hogy még tud menni, és hogy nem tud tovább menni, tehát amputálni kell a lábát. Ő csak annyit mondott, hogy igen, de én haza akarok menni, tehát hogy ő haza akar menni, és otthon akar meghalni, ha meg kell halnia. A megemlékezésen koszorút helyeztek el a háború áldozatainak emlékére, a kadétok pedig folytatták útjukat Geszteréden és Balkányon keresztül Biribe, amely a 4 napos menet első napjának utolsó állomása volt.